Külföldi támogatóink vannak. Egyébként egyre többször kapunk már Ukrajnán belül, főleg magyar vagy református gyülekezetektől támogatást, de még mindig a, a nagy részét az adományoknak, a külföldi adományok teszik ki. Magyarországról egyre több adományt kapunk, tényleg az utóbbi pár évben meg sokszorozódott a, a magyarországiaknak az adokozó kedve. És így tudjuk fenntartani a színvonalat. A gyámügy egyik munkatársa azt mondta, hogy ha be tudunk indítani még egy szobát, mondjuk nyolc gyerekkel, akkor másnap ő biztosítani tudja a szoba megtátét Azonnal. Úgyhogy renge, rengeteg gyerek van, akiről nem tudnak gondoskodni. Most is, múlt csütörtökön olyan lányokat hoztunk el, akiknek a Hát a Bátyói ideiglenes otthonban ö, eltölthető 90 napja már lejárt, és sürgősen kellett lépni, nem tudták hová tenni őket, ez, ezért így, juthat, így juthattak el hozzánk. A Rahói járásból érkeztek, az a baj, hogy nem emlékszem pontosan az adatokra, de heten vannak körülbelül testvérek egyébként, mi három, három lányt kaptunk meg. A az alkohol megint a, a legfőbb probléma ott is a hegyekben, az, hogy nincs munkahely és van alkoholizmus.